Hát akkor nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség termében, de igazából véve hivatalosan az egyházkerület székháznak a nagy terme. Örülök neki, hogy már második alkalommal vagyunk itt jelen, és hiszem azt, hogy Isten nagyon különös dolgokat készített el ma számunkra, és én arra kérek mindenkit, hogy imádságos szívvel, alázatos lélekkel legyünk együtt. A ma esti témánk a Szentírás tekintélye, és hiszem azt, hogy mindenki szereti a Szentírást, igaz? Van itt olyan, aki olvassa a Szentírást? Emelj fel a kezét! Köszönöm szépen! Most emelj fel az a kezét őszintén, aki nem szokott Szentírást olvasni. Hát nincs is olyan. Mindenki átadta az életét az Úr Jézus Krisztusnak? Emelj fel a kezét, aki átadta. Köszönöm szépen. Emelj fel a kezét az, aki még nem adta át az életét. Én nem is tudom, hogy van-e dolgunk. Innentől kezdve ki kell menni az utcára és behívni az embereket. Mert akkor itt ennek a közösségnek feladata van. De hiszem, hogy azért Isten ad nekünk ma is útravalót, és megerősödhetünk az ő jelenlétében. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, én magasztallak téged azért, mert te vagy a legnagyobb közöttünk. Azért, mert te vagy az út, az igazság és az élet. Azért, mert felemelhetjük a te nevedet is. Köszönjük, Urunk, azt, hogy önmagadat adtad életünk. Köszönjük ezeket az estéket, a testvéreket, és köszönjük azt, hogy biztos sziklára válhatunk. Köszönjük, Atyánk, a Szentírást, és köszönjük a lényedet. Bocsásd meg, hogy oly sokszor úgy közeledünk hozzád, hogy valamit szeretnénk tőled. Ma este szeretnénk úgy közeledni hozzád, hogy a lényedért, önmagadért, a jelenlétedért imádni, dicsőíteni és áldani akarunk, Uram. Kérünk téged, hogy légy közöttünk, mert akkor lesz értelme ennek az estének és a többi estének is. Amen. Énekelni fogunk. Az első énekünk a Hozzád jövünk, Uram, ó segíts! Thank you.
Most szeretettel megkérem Péter András Katócskát, hogy imádkozzon. Tiszteljük meg a mi Úrunkat azzal, hogy felállunk, és így imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, a te fiad, a názáreti Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy ezt tehetjük, mert a kárpit ketté szakadt. Köszönjük Jézus, hogy te vagy az egyedüli közben járó, aki utat készítettél nekünk, a mi atyánkhoz. És köszönjük Istenünk, hogy egy szerető Isten vagy, aki a te szeretetedet nem sajnálod, sőt tékozlóan osztogatod mindannyiunk felé, bármely pillanatban. Köszönjük, hogy a te kegyelmeddel fedeztél be bennünket a mai napon is. És köszönjük most azt a csodát, amelyet hisszük, hogy várhatunk a mai este az ige hirdetésben, a bizonyságtételben. Urunk, mi azért könyörgünk, hogy ragadj magaddal bennünket, ragadj ki bennünket gondolatainkból, tisztítsd meg a mi elménket, Urunk, tisztítsd meg a mi szívünket, és készíts bennünket az imádságra, Urunk, hogy valóban tiszta kezeket tudjunk felemelni, amikor majd itt együtt eléd visszük a mi városunkat, Urunk, eléd visszük szeretteinket, a sok hitetlent, a sok nyomorúságban, bajban lévő, szenvedő embert, akik nem találják a megoldást, nem találják a kiutat, a boldogságot az életben. Köszönjük, hogy te vagy az örömnek a forrása, Urunk, és köszönjük, hogy ez a forrás tiszta, és ebből a forrásból bármikor meríthetünk. Urunk, köszönjük, hogy merítettek a szolgálók, úgy jöttek ide, és most hadd tudjunk meríteni, Urunk, az ő szolgálatuk által, te belőled, Urunk, áld meg az együttlétünket. A fiad az Úr Jézus nevében kérjük. Amen. Nagy szeretettel felkérem Madarász Tamás testvérünket, a Keresztény Testvér Gyülekezet vezetőjét, lelkipásztorát, hogy azt, amit Isten az ő szívére helyezett, azt hozza meg velünk. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit én is az Úr Jézus nevében a 2024-es Allianz imahetünknek a mai estén, ahol a témánk a kiadott útmutató alapján Isten igéjének a tekintélye, rábízni magunkat Isten igéjére, alárendelni magunkat annak tekintélyének. És az egész hétnek az egyik vezérfonala és a fő témája az a misszió, és ez alapján a missziói parancs. És két ige helyet szeretnék, két helyről szeretnék igét felolvasni. Az egyik éppen a missziói parancs, a Máté Evangélium 28. fejezetének a 19. és 20. verse, ami többször elhangzott már ezen a héten, így szól, így olvasok Isten igét. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És imé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A másik ige szakasz, amit szeretnék felolvasni, ez a 119. Zsoltárnak egy verse. Az egész 119. Zsoltárt felolvashatnánk, ha Isten igéről van szó, de az hosszú lenne. A 11. vers így szól, szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. A témánk tehát Isten igének a tekintélye és annak a hatása a mi életünkre, és hogyha
erről kell beszélnünk, akkor az egyik fontos dolog, amit el kell végeznünk, vagy amivel foglalkoznunk kell, én rontottam el, vagy? Akkor hangosan fog beszélni, jó? Amivel foglalkoznunk kell, az Isten igének a kiválósága, Isten igének a nagysága, Isten igének a megbízhatósága. Mert utána néztem az értelmező szótárban, hogy a tekintély szó, Isten igének a tekintélyről beszélünk, többféle párhuzamos definíció van. Én egy ilyen összvér definíciót formáltam ezekből. A tekintélyt így definiálhatjuk, valamilyen hivatalnak, személynek a tulajdonsága, kiválósága, hozzáértése, megbízhatósága, amely egy adott közösség számára iránymutató, amit egy közösség követ és igazodik hozzá. És ahhoz, hogy a Szentírásnak a tekintélyéről és annak a mi életünkre gyakorolt hatásáról beszélünk, az első dolog, amit tennünk kell, hogy Isten igét kell magasra emelnünk, annak a kiválóságát, annak a megbízhatóságát kell megértenünk. A másik dolog a ige hirdetés végén, amire szeretnék kitérni, és talán a bizonyságtételnek is ez az erősítő feladata, hogy ennek a mi életünkre gyakorolt hatását, mert így ha Isten igéje akármilyen kiváló is, akármilyen megbízható is, hogyha annak az én életemre és a mi életünkre nincs hatása, akkor nem érünk célt a mi életünkben és a mi szolgálatunkban. Mit tudunk Isten igéről a Szentírás alapján? Néhány dolgot szeretnék megemlíteni azért, hogy Isten igéjét, annak az egyedülálló voltát megértsük és felelevenítsük. Sok ismert dolog lesz. Az első dolog, amit Isten igéről tudnunk kell a Szentírás alapján, az az, hogy Isten igéje, Isten beszéde, Isten szava, szinonímaként használja az ige, ezért én is így fogom használni, az öröktől fogva létezik, és az örökké valóságig tart. Mindenek előtt volt, és mindent túlél. Isten igéről egyértelműen beszél. A János evangélium első fejezet első versében azt olvassuk, hogy kezdetben volt az ige, a szó, az ige Istennél volt, Isten maga volt az ige, és mindez Istennél volt. Kicsit bonyolult is, nem is biztos, hogy tudjuk érteni, vagy aki leírta sem biztos, hogy pontosan értette. És nem is az a dolog lényeg, hogy értsük, amit ebből értenünk kell, hogy Istennek a szava az mindenek előtt létezett a Szent Háromság egy Istennel együtt, és természetében egy, egységet képviselt. Istennek a beszéde öröktől fogva létezik. És amit megismerünk Péter apostolnak a első leveléből, a jövőre nézve, az pedig az, hogy minden olyan, mint a fű elszárad, annak a virága lehull, de Istennek a beszéde megmarad örökké. De maga az Úr Jézus is ezt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim örökre megmaradnak. Tehát az első dolog, amikor Istennek a szava, Isten beszédének a nagyságát és a kiválóságát akarjuk megérteni, hogy mielőtt bármi létezett, a teremtett világ létezett, Istennek a szava örökké való múltból létezett, és az örökké való jövőig tart. És lehet, hogy a hallgatóság pont fordítva kéne mutatnom ahhoz, hogy helyesen gondolkodjunk. Túlhalad, hamarabb volt, mint bármi, amit mi látunk és tapasztalunk, és túl fog élni mindent, amit mi élünk, tapasztalunk és fontosnak tartunk. Ezért, hogyha Isten igéje ez igaz, akkor jól tesszük, hogyha közünk van Istennek az igéhez. Jól tesszük, hogyha igyekszünk megismerni azt, és jól tesszük, hogyha Isten igéje végzi a munkát bennünk. Mert Istennek a beszédét nem köti tér, nem köti az idő, nem köti a romlandóság, az elmúlás, Isten tekintélye és megbízhatósága, az ő szava nem megkérdőjelezhető. A másik dolog, amit Isten beszédéről megértünk és megismerhetünk a Szentírásból, az az, hogy Istennek a beszéde, a szava az világokat alkotott. Nem csak, hogy öröktől fogva létezett és örökké tart, hanem a zsidókhoz írt levélnek
a 11. fejezete 3., 4. verséből azt tudjuk meg, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világot Isten szava teremtette. Hogy ami látható, az a láthatatlanból állt elő. Ez azt jelenti, hogy az örökké valóságban létező isteni szó volt az az ügynök, ami a láthatatlan világból Isten szavának a hatalmára, Isten szavának a megnyilvánulására létrehozta a látható világot. És nem csak a zsidókhoz írt levélnek a szerzője beszél erről, hanem hogyha felelevenítjük a Mózes első könyve, első fejezetének a teremtés történetét, ott ugyanezt látjuk leírva. Hogyan történt a teremtés, isteni teremtés? Úgy történt, hogy Isten szólt, és az úgy lett. Isten szólt, azt mondta, hogy legyen világosság, azt mondta, hogy legyen égboltozat, amely szétválasztja az égboltozat feletti és alatti vizeket, szólt, hogy legyenek világító testek az égen, és az úgy lett. Szólt, hogy pezsdüljenek a vizek, és az úgy lett. Mert Isten hatalommal és tekintéllyel szólt, és amit ő mondott, az úgy lett. Isten az ő szava hatalmával teremtette a világot, a láthatatlanból leképezte azt a látható világot, amit látunk. Nem szorosan ide tartozik a témánkhoz, de talán szabad megemlíteni, hogy természettudományosan gondolkodó embernek ezt a világképet lehet, hogy könnyebb elfogadni, mint azt az ateista világképet, istentelen világképet, ami azt mondja, hogy a semmiből egyszer csak valami lett. 33. Zsoltárban nagyon hasonlót olvasunk, az Úr szavára létrejöttek az egek, ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott. Istennek a szava, tehát az az ügynök, az a mechanizmus, amelyből Isten a láthatatlan világból azt a látható világot, amit mi látunk, amit mi tapasztalunk, létrehozta. A szó nem csak, hogy világokat hozott létre, Isten szava, hanem a már korábban idézett János evangélium első fejezetében, ahol azt olvastuk, hogy kezdetben volt a szó, kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten maga volt az ige, és János tovább egy nagyon érdekes gondolatmenetet visz, és a 14. versben eljut oda, hogy azt olvassuk, hogy és ez a szó, ez testé lett. A szó, Istennek a szava nem csak, hogy világokat hozott létre, teremtett, hanem az időnek a teljességében ez a szó maga testet öltött, testé lett. És megjelent közöttünk, és tudjuk, hogy Jézus Krisztusról van szó. Isten fiáról, Isten egyszülött fiáról, aki az Isten ember eljött közénk, mint Istennek a testet öltött szava. És itt sokkal többről van szó, mint az, hogy amit ő mondott, az Istennek a beszéde, ez is igaz. Ő maga volt a két lábon járó Isten szava a kortársai között, amikor itt volt. Ő maga kézzel foghatóvá vált, testet öltött. A zsidókhoz írt levél első fejezetében ezt olvassuk, miután Isten sokszor, sokféleképpen szólt hajdan az atyánkhoz a próféták által, ez utolsó időben mit csinált? Szólt hozzánk az ő fia által, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése, valóságának képmása, aki, és megint isteni szóról van szó, hatalma szavával tartja fenn a világmindenséget. Nem csak, hogy megteremtette a világmindenséget, hanem ugyanezzel a szóval tartja fenn is a világmindenséget. Hogyha az Úr Jézus a testet öltött isteni szó volt, az isteni hatalomnak a megnyilvánulása volt itt a földön, mennyire szánalmas és mennyire nevetséges az ő kritikusainak az a kérdése, amikor Lukács evangélium a 20. fejezetében azt kérdezik tőle, ezt szegezik neki, mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, és milyen felhatalmazással teszed azt, amit tanítasz. A negyedik dolog, amit Isten igéről tudunk, az ő
annak a megbízhatósága, az igaz volta. Istennek a beszéde igaz, szent és megáll. És szeretném ezt hangsúlyozni a ma este, amikor egy olyan világban élünk, a posztmodern világban, vagy talán már posztmodern világnak is mondhatjuk, amikor minden megkérdőjelezik, megkérdőjelezhető, mindent megkérdőjeleznek, és hogyha valaki azt mondja, hogy abszolút igazság létezik, és azt mondjuk, hogy Isten igéje abszolút igazság, akkor hamar bajba kerülhetünk, és kiközösítővé, kirekesztőnek tartanak bennünket. Az Úr Jézusnak volt egy találkozása a farizeusokkal, amikor azt mondták neki, hogy te magad teszel bizonyságot magadról, ezért a te bizonyságtételed nem lehet igaz. És Jézus erre így válaszolt, ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz, mert én tudom, hogy honnan jöttem és hová megyek. Az Úr Jézus arról beszél, amit a matematika axiómának nevez és axiómának tart. Az azt jelenti, hogy egy kiindulási alaptétel az adott keretek között magától értetődőnek fogadunk el, és úgy tekintjük, hogy az nem szorul bizonyításra. Amikor Jézus a két lábon járó igen, az igazság szól, mivel ő alkotta és az ő hatalma szavával jött létre mindaz, amit látunk, ő nem igényli azt, hogy neki tanúbizonyságok igazolják azt, amit ő mond. És ez a mi világunkban is így áll helyt. Timóteusi második levél harmadik fejezetében azt olvasjuk, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Isten igéje igaz, és ma is igaz a mi életünkben, amikor nagyon sok embert látunk, aki kétségbeesésben, félrevezetésben vergődik, akinek az élete adott esetben tönkrement azért, mert rossz tanácsadói voltak, mert azt mondták, hogy ez az igazság, azt mondták, hogy ezen az úton kell menni, és nagyon sok embert látunk, aki pedig megzavarodott, főleg a mai időben, az elmúlt években, amikor rendre jöttek olyan nehézségek, amelyekben nem találtuk könnyen a választ, rutinszerűen nem tudtunk választ adni a kérdésekre. Amikor imádkozni fogunk, adjunk hálát azért, hogy ismerjük az igazságot, és nem kell bizonytalanságban élnünk, és tudjuk Istennek az igazságát önmagunkról, az emberről, Istenről, a megmenekülés útjáról, az életről, a halálról, és arról, ami vár bennünket. És ezzel elértünk az olvasott missziói parancshoz. Ugye jól értjük ezt a szót, missziói parancs. Nem missziói tanács, vagy missziói kérés, hanem missziói parancs. És ez a szó, hogy parancs, ez azt jelenti, hogy a szó mögött hatalom van és felhatalmazás van. És itt, ha jól olvassuk és figyelmesen olvassuk, nem csak az a parancs, a missziói parancsban, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket, hanem ennek a parancsnak van egy folytatása, tanítván őket mindenre, amit én parancsoltam nektek. Ez azt jelenti, hogy a missziói parancsnak az is része, hogy nekünk tovább kell adni mindazt Isten igének a teljességét, amit az apostolok, amit az Úr Jézustól a tanítványok és az apostolok tanultak, és továbbadtak az első századi keresztényeknek. Ez parancs. Ez nem tanács, ez nem kérés, hanem Istennek a parancsa. Nincs jogunk és nincs lehetőségünk válogatni, mert amikor parancsról van szó, akkor nincs mérlegelési lehetőség. A mi generációnk, vagy az utánam következő generáció már kevéssé ismeri, hogy amikor egy felettes tiszt azt mondta, hogy sorakozó, vagy ne adj Isten azt mondja, hogy tűz, akkor nincs mérlegelési lehetőség. Akkor nincs joga annak, aki a parancsot kapja, azt felülbírálni, azt megkérdőjelezni. Vagy hogy közelebbi hétköznapi példát hozzak, amikor bizonyos közintézményekbe bemegyünk, és biztonsági ellenőrzésen kell átmennünk, vagy a repülőtéren a biztonsági kapukhoz közeledünk, akkor nagyon abszurd helyzet az, amikor azt mondja egy fiatal tiszt, vagy egy fiatal ott szolgálatban lévő ember, hogy uram, legyen szíves, vegye le az övét. Igaz? A nadrág szíját.
Hogy azt mondja egy fiatal hölgynek, hogy legyen szíves, nyissa ki a táskáját. Teljesen abszurd a kérdés minden más szövegkörnyezetben, de ott mégis beállunk a sorba, és mindenki befogja a száját. Miért? Azért, mert amiki ezt abban a helyzetben mondja, ő hatalommal felruházva mondja ezt. És hogyha itt valaki elkezd ezzel ellen tiltakozni, és azt mondja, hogy ne buckodjunk már, hát hogy venném én le a nadrág szíjamat, vagy hogy nyitnám én ki a táskámat, akkor oda fogják hívni a felettesét, és a felettes mit fog mondani? Azt mondja, hogy uram, hogyha ön azon a kapun át akar menni, akkor jobban teszi, hogy leveszi tényleg a nadrág szíját, mert különben nem mehet át. Mert itt ez a rend. És egy kis áthallással mondhatjuk azt is, hogyha mi azon a bizonyos kapun át akarunk menni, akkor jól tesszük, hogyha azok szerint, a szabályok szerint tesszük ezt, ahogyan az Úr azt megparancsolta. Mert Isten azt parancsolta mindeneknek, mindenkor, hogy térjenek meg. És ha azon a kapun át akarunk menni, akkor ő diktálja a feltételeket, nem mi. És nem az egyik vagy a másik. És hogyha azt mondja, hogy egyetlen út van az Atyához, akkor egyetlen út van az Atyához. És nincs mérlegelési lehetőség, és nincs okoskodás, és nincs jó emberkedés. Isten igéje örökkivaló, Isten igéje világokat teremt, Isten igéje testet öltött, ő maga is, Isten igéje igaz és megkérdőjelezhetetlen. Ez az ő kiválóság, ez az ő nagysága, de mindez semmit nem ér akkor, hogyha ez nincs hatással a mi életünkre. És itt utalok a másik felolvasott ige szakasz, amikor a Zsoltáros azt mondja, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Higgyük el, hogy itt nem valami hízelgésről van szó, vagy valamilyen mézes-mázas beszédről, amivel a Zsoltáros dörgölőzik Istenhez. Szó sincsen erről. A 119. Zsoltárban a Zsoltáros nagyon jól tudja, hogy Isten igének mi a szerepe és a fennhatóság az ő életében. És eljut oda, hogy azt mondja, hogy én jobban teszem, hogyha a te beszédedet az én szívembe rejtem. Miért? Mert elismerem a te tekintélyedet. Nehogy vétkezzek ellened. Talán még szemléletesebb Isten beszédének, Jézus beszédének a tekintélyes hatása az ember életére, Simon Péternek az életében. Emlékszünk arra, amikor az Úr Jézus tanított a hajóban, és a tanítás után azt mondja Péternek, hogy evezz a mélyre, és dobd ki a hálót. És Péter azt mondja, hogy Uram, egész éjszaka haláztunk, és semmit nem fogtunk. És utána az evangélium narratíva rögtön folytatja, de szerintem nem volt ez olyan gyors ez a mondat, mert ott Péter azt mondta, hogy Jézus, egész éjszaka haláztunk, és semmit nem fogtunk. Fáradt vagyok. Semmilyen körülmény nem adott a halászatra, ha éjszaka nem fogtunk, akkor most se fogunk fogni halat. De hogy folytatja? De a te szavadra, a te szavadra kivetem a hálót. Tudjuk, hogy mit jelent? Ez azt jelenti, hogy sem kedvem nincs, sem erőm nincs hozzá. Bocsánat, Úr Jézus, lehet, hogy te sok mindenhez értesz, de a halászathoz egyelőre én jobban értek, mint te. Lehet, hogy a vizek és a szelek engednek a te szavadnak, de az, hogy a halak hol és mikor járnak, ahhoz én jobban értek, mint te. Igaz? Ismerjük ezt a gondolkodásmódot. De a te szavadra kész vagyok lemondani az én meggyőződésemről, az én igazamról, az én tudásomról, az én felkészültségemről, mert tudom, hogy amikor te szólsz, akkor te hatalommal és tekintéllyel szólsz és parancsolsz. Mert elismerem a te tekintélyedet. Ugyanazt teszi Péter, ugyanazon megy át, mint Jób, a Jób könyvének a végén, amikor azt mondja, hogy tudom, hogy te mindent megtehetsz. És senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ezért jobban teszem, ha befogom a számat, és hallgatok rád. Péter ugyanezt éri meg. Az imádkozásra készülve gondolkodjunk el azon, hogy a mi életünknek mi az a területe, ahol Isten munkál bennünk, meg akar szólítani, hogy az ő szavának az igazsága,
az felülírja a mi meggyőződésünket, a mi rutinunkat, kimozdítson a mi megszokásainkból, feladjuk a mi életgyakorlatunkat, feladjuk a mi bűneinket, vajon mi az, amit át kell engedni az én életemből, a saját igazamat, az irítséget, féltékenységet, vajon meg kell-e tisztítani, nem kell-e megtisztítani az én szemeimet, az én gondolataimat, vajon nem kéne felszámolnom a parázna kapcsolatot, amiben élek, mert ugye Isten igéje az ezeken a területeken is útmutatást ad a ma emberének is. Mert Isten igének a tekintély az azt jelenti, hogy a te szavadra, bár én nem így gondolom, de megteszem. Vajon nem arra tanít-e bennünket ma Isten igéje, hogy ne hazudjak, hogy kezdjek el szolgáló életet élni, hogy ne legyek kabzsi, hogy kezdjek el könyörülni, könyörületes lenni a szegényen. Isten igéje ma is hatalommal szól, nem karhatalommal, hanem a kegyelemnek a hatalmával. Adja az Úr, hogy az ő szelleme, lelke által végezze a munkát, személyre szabottan a mi életünkbe, hogy készek legyünk meghajolni előtte, az ő szavának a tekintély előtt. Amen. Köszönjük szépen. Isten tegye áldottá számunkra az ő beszédét, a hirdetett igét. Most pedig megkérem Sárkány Mihály lelkipásztor testvéremet, aki az Őskeresztény Gyülekezet lelkipásztora, hogy tegyen bizonságot. Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és szeretném én is tartani a megszabott időt. A mai igei gondolatnak a másik igéje, a szintén a 119. Zsoltárban van a 111. vers. A te bizonyságaid az én örökségem mindenkor, mert szívemnek örömei azok. Az én bizonyságtételem alapjául viszont egy biztató igét szeretnék felolvasni előttetek. Az Ézsaiás könyve 54. rész 10. verséből. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békét adó szövetségem nem inog meg, mondja könyörülő urad. Ha szavanként olvasuk ezt az igét, akkor 100%-os biztonságot jelent ez Isten részéről. Nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Azonban ezt a biztonságot egy valaki megbonthatja. Ez az egy valaki, ez pedig én vagy te. Gondoljunk az első emberpára mindjárt, aki megszakította ezt a biztonságot. Isten egy jó helyre helyezte őket, és ők mégis engedetlenek voltak az igének, az isteni szónak. Sajnos saját tapasztalatból tudom, én is előttetek itt most elmondani, ami nem egy örömteli dolog, ami velem történt, de azt helyezte Isten a szívemre, hogy erről beszéljek ma itt köztetek. Bizonyságom azoknak szól, akik megismerték az Urat, de időközben elhagyták. Vagy azoknak, akik kifelé kacsingatnak, kifelé törekszenek. Mondhatnám azt is, hogy nincs értelme a bizonyságtételemnek, mert a testvérem az Isten tisztelet elején megkérdezte, hogy mindannyian
hiszünk, vallunk, ezen az úton járunk. Én úgy gondolom, hogy, és úgy érzem az én bensőmben, hogy mégiscsak engedelmeskednem kell Istennek, és még egyszer mondom, hogy azoknak szól ez a bizonyságtételem, akik vagy most pillanatnyilag valamiért elhagyták az Urat, de mégis most hallják ezt a bizonyságot, vagy pedig esetleg kifelé tekingetnek. A megtérés az egy hosszabb folyamat, egy folyamatnak az eredménye. Úgy tapasztalom a saját életemben, vagy tapasztaltam a saját életemben is, hogy a leválás is, az Istentől való leválás is egy hosszabb folyamatnak a következménye. Szép lassan beszivárognak az embernek az életébe ártatlannak látszó dolgok. Kis engedetlenségek az ige parancsával szembe, ma is hallottunk már eleget arról, hogy a parancs az parancs, és az ige az pedig parancs. Azt mondogatjuk magunknak, hogy ettől én még hívő vagyok, nem olyan nagy dolog ez. Sőt, meg vagyok keresztelve, alá lettem merítve. Járok az imaházba, Isten tiszteletre, sőt, még úrvacsorázom is. De már rendelkezem annyi ismerettel, hogy elnavigáljam én a saját életemet. Mert olyan sok ez a kötöttség. Olyan nehéz mindennek eleget tenni. Na, én is épp így gondolkoztam fiatal felnőttként. És sikerült elhagynom Istent. 20 évig egyáltalán nem tartottam vele a kapcsolatot. Kiiktattam az életemből. A nevét is legtöbbször csak káromlás szintjén említettem meg. Az életben sikeres voltam, elismert voltam, jól haladtam, nagyon jó társasági embernek tartottak. Igaz, hogy inni nem tudtam, meg nem bírtam, de attól még nagyon jó társasági embernek tartottak, és jól éltem. Isten tiszteletben tartotta az én esetemben is, és minden ember esetében tiszteletben tartja a szabad akaratot. Megengedte, hogy a bűnök legmélyebb bugyráig lesüllyedjek. Időnként azért jelezte azt számomra, amit itt az alapigeként felolvastam, hogy még van lehetőségem arra, hogy megváltoztassam az életemet, a gondolkodásomat, a hozzávaló viszonyomat. Egyik alkalommal egy nagy vállalati rendezvényen bulisztunk, és odajött hozzám egy dunántúli kollégám, és azt mondta nekem, hogy mondd már meg nekem, hogy te mit keresel itt? Neked nem itt van a helyed. Isten időnként úgy megszólított, hogy visszaforduljak hozzá. De aztán
mivel nem voltam hajlandó figyelni ezekre a figyelmeztető vagy hívó jelzésekre, ezért jöttek a magam választotta családon belüli feszültségek, majd végső eszközként egy olyan súlyos gyulladásos betegség, aminek nem tudták megtalálni az okát. Nagyon sokáig keresték, mindenre vizsgáltak, mert Isten türelme és szeretete olyan végtelen, ezt tudom mondani saját tapasztalatom alapján, hogy ha kell, ha engedetlennek vagyunk, és a finom figyelmeztetésekre nem reagálunk, akkor súlyosabb eszközöket von be ahhoz, hogy visszaszeressen magához, vagy hogy észhez térítsen bennünket. A sok vizsgálatnak az eredménye az lett, hogy a hajamnak a 80%-a kihullott 2 héten belül. Végül is azt állapították meg különböző vizsgálatok után, hogy a mandulámat kellett kivenni. Viszont a bennem lévő Isten formájú űr az egyre jobban kongott. Mert meggyőződéssel tudom mondani, hogy minden emberben benne van egy Isten formájú űr, amit semmi más nem tud kitölteni, csak maga Isten. És szólongat Isten, figyelmeztet, vissza akar szeretni magához, és hogyha nem megy szépen, akkor kénytelen, keményebb eszközökkel észhez téríteni bennünket. Nekem is ez következett be. És én még nagyon gyenge figyelmeztetés vagy betegségeken kellett, hogy keresztül menjek. Van, akiknek sokkal súlyosabb helyzetet kell megélnie ahhoz, hogy ismét forduljanak Istenhez. A műtét utáni lábadozási idő alatt végre elkezdtem újból olvasni az igét. Hitről szóló könyveket vettem újból a kezembe. Édesapám is lelkipásztor volt. Gyerekkorom óta szívta magamba Istennek az ismeretét. De az alatt a 20 év alatt, amíg távol voltam az Istentől, az énekek nem jutottak eszembe. Nem tudtam egyetlen egyet sem felidézni magamba. Olyan messzire kerültem az Istentől. Elkezdtem imádkozni, míg egy éjjel fölkeltem az ágyamból, és odaborultam az Isten fiának, Jézus Krisztusnak a keresztje tövébe. És bevallottam azt, hogy milyen nagy bűnöket, vétket követtem el. És olyan csodálatos volt újból megtapasztalni azt, az érzést, hogy ő visszafogadott. Azóta hatalmas előttem a kegyelemnek a nagysága. Nem tudok betelni azzal, hogy milyen jó az Isten, hogy mennyire kegyelmes, hogy mennyire szereti az embert, és lehajolt hozzám is, bűnös emberhez, és másodszor is adta számomra a megbocsátást. De itt van a figyelmeztetés, mert nem mindenkinek adatik meg a második lehetőség.
Ezért lényeges az, és ezért mondtam azt, hogy szól a bizonyságtételem azoknak is, akik még esetleg most vannak, most gondolkodnak valami megoldáson, hogy megkönnyítsék azt az utat, amit Jézussal kell együtt járnunk. Nincs értelme. Mondhatnám úgy is, hogy kérlek, drága testvérem, ne kövess ezen az úton. Előzd meg a sok keserűséget, és ne te vedd át az életed irányítását. Mert Jézus Krisztus, ami Urunk szeretetével, semmi nem ér fel. Viszont, ha mégis esetleg volna itt a jelenlévők közül, vagy azok között, akik majd ezt a felvételt látják, valaki, aki ebbe a helyzetbe van, aki éppen távol van, vagy eltávolodott Istentől, akkor bátorítalak, mert ha nekem hitehagyott bűnösnek megbocsátott, sőt, szolgájává emelt, akkor számodra is van lehetőség. Hogy olvastam az alap igei gondolatot? Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békét adó szövetségem nem inog meg, mondja könyörülő urad. Semmilyen múltbeli, jelen vagy eljövendő esemény nem fordíthatja el tőlem, tőled az Úr hozzánk való hűségét. Krisztus Jézusban Isten elkötelezte magát, melletted, Isteneddé lett, és megtart téged is. Befejezésül még úgy éreztem, hogy szólok azokhoz, akik jelenlegi vagy leendő szülők, mert ők elősegíthetik, hogy legyen kihez visszatérni gyermekeiknek. Én is hálás vagyok Istennek, hogy szüleim csecsemő koromban elhelyeztek az Úr kezében. Bemutattak neki. A mi hídgyakorlatunk szerint nem volt gyermekkeresztelés, vagy nem, nincs gyermekkeresztelés. De bemutattak neki. Fölajánlottak neki. Az ő kezébe helyeztek el. És ennek köszönhetem azt, hogy volt kihez visszatérnem. Nagy a szülők felelőssége. Mert ez a felajánlás, az Isten kezébe való letétel, ez egy életre szóló biztosítékot jelent. De megint csak mondanom kell, hogy nem mellőzhető, vagy nem nélkülözhető az egyéni, személyes döntés. Mindenkinek saját magának kell dönteni a sorsáról, és jobb, hogyha azt választod, hogy megmaradsz Isten mellett. Mert ha megmutatta magát neked, akkor azért tette, mert nagyon szeret. Igyekezzünk megmaradni ebben a hitben. Köszönöm. Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Úgy gondolom, hogy mindnyájunkhoz szólt, akármilyen erősek vagyunk, akármennyire olvassuk az igét, imádkozunk, vannak hullámvölgyek, mélységek és magasságok az életünkben, és szükséges az, hogy számot vessünk, szükséges az, hogy pozícionáljuk magunkat jelenleg hol állok, hol tartok,
és lehetőség van arra, ima közösséget fogunk tartani, nem fogunk kihívni ide senkit, de ha valaki szeretne bizonságot tenni és átadni az életét, akkor ezt semmiképpen nem tiltjuk meg, de oda vihetjük imádságban az életünket, az imádságunkban, vagy azokat, akiket gondoljuk. Csendesedjünk el, és én megkérem Sándorné Povozsanyec Gyöngyi, evangélikus lelkipásztor asszonyt, hogy vezesse ezt az imaközösséget, és a végén fejezze be ő az imádságot, és az Úr imádságot is mondjuk el majd a végén. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, mert igédet olvashatjuk, tanulmányozhatjuk, az felett gondolkodhatunk, és köszönjük azt, hogy minden este megszólítasz bennünket, és azt akarod, hogy változzon az életünk. Olyanná akarsz formálni bennünket, hogy ez a Krisztus arcúság meglátszódjon rajtunk. Úrunk, köszönjük azt, hogy parancsot kaptunk tőled, hogy a te akaratod szerint cselekedjünk. Kérünk, bocsáss meg azt, amikor nem a szerint élünk. Segíts bennünket, hogy küldetésünket be tudjuk tölteni, hogy valóban só és világosság lehessünk ebben a világban, mert sokan vannak, akik vágyakoznak te utánad, és nem találnak meg. Úrunk, segíts, hogy mi eszközök tudjunk lenni abban, hogy hozzád vezessük őket. Könyörgünk, bocsáss meg, amikor akadályok vagyunk esetleg abban, hogy emberek megismerjenek téged. Könyörgünk, légy jelen most is közöttünk, és hallgass meg imádságunkat, amikor megpróbáljuk megfogalmazni azt, ami a szívünkön van. Úrunk, így kérünk, légy jelen most közöttünk, és hallgass minket. Amen. Úrunk Istenünk, köszönjük azt, hogy te imádság meghallgató Isten vagy, és meghallgatod azokat a kéréseinket is, amelyeket most csendben vittünk színed elé, és azokat is, amelyeket hangosan megfogalmaztunk. Úrunk, hisszük és tudjuk, hogy te mindig a javunkat akarod. Maradj velünk továbbra is kegyelmesen, és hallgass meg imádságunkat, amikor a tőled tanult imádság szavaival közösen együtt még így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Énekelni fogunk. Ének után vége az alkalomnak, de természetesen még lehet maradni, beszélgetni lelkipásztor testvéreket, házastársakat a Nyilasmisi Ház auditoriumába szeretettel várjuk egy kis szeretett vendégségre. Ének előtt én is mondanék egy áldást. Hirdesd az igét, álljatok vele elő alkalmas és alkalmatlan időben, incsetek, fedjetek, bátorítsatok, buzdítsatok, senki meg ne vessen titeket azért. Isten áldjon meg benneteket. Most pedig akkor énekeljünk.